első fellépésünk volt így közösen a Dorkával. Kislány ugyan 7 éves még, de zeneiskolába jár, és nagyné Kondor Andrea szófés tanítónénia már többször felhívta a figyelmünket, és utalt arra, hogy a Dorkának nagyon jó hangja van. Ezért mikor megtörtént 2 héttel ezelőtt a megkeresés, hogy a Kalmár napokra gondoltak ránk, mint volt tanítványokra, akkor egyből ez jutott eszünkbe, hogy miért ne lehetne egy ilyen produkcióval előállni. Megkértük a Dorkát, akinek először nem nagyon tetszett az ötlet, mert nagyon sok ember előtt még gyakorlatilag nem szerepelt meg, hogy hát mégiscsak 7 éves. De egy nagyon pici rábeszéléssel meg tudtuk őt győzni, és hát a produkciót mindenki hallhatta. Ennyit sikerült összehozni, és reméljük, hogy mindenkinek tetszett. Hogyan készültek erre a fellépésre? Hát először is a Dorkával megtanultuk magát a népdalt, 4 versszakkal, mint az hallható volt, csak kíséret nélkül, és ezután volt az, hogy összeálltunk. Kedves feleségem furujázott, én szintisztem, és minden nap a fellépésig 3-szor énekeltük el otthon, mert neki még annyira gyöngék a hangszálai, hogy a 3. eléneklésre már mindig megrekedt. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi volt a készülés, de ezt 2 héten keresztül. Itt a nézőtéren nagyon sokan meghatódtak. Ott milyen érzés volt lenni? Nagyon jó érzés. Azt gondolom, hogy mindig az a legnagyobb kihívás, amikor a család előtt kell szerepelnem. Ezt azért mondom, mert tudom, hogy most együtt szerepeltünk, de a koncertjeimen is, Miskolcon mi együtt tanultunk a kedves feleségemmel, a Zeneművészeti Szakközépiskolával, és mindig azon a koncerten izgultam a legjobban, amikor ő ott volt. És együtt muzsikáltunk, most is nagyon izgultam, elsősorban azért, amit az előbb említettem, mert a kedves feleségem hallott muzsikálni, másrészt pedig hát a kislányomért. Azért mégiscsak ő 7 éves, ezt azért mondom el többször is, mert ez nagyon nagy dolog, hogy 7 évesen egy ilyen, ekkora közönség előtt végig énekelte ezt a dalt. És azt hiszem, hogy látszott rajta az izgulás, de biztos vagyok benne, hogy tőlem jobban nem izgult. Apa megkérdezte tőlem, hogy szerepeljek-e, és én azt mondtam, hogy igen. Milyen érzés az, hogy a szüleid is ugyanabban az iskolában jártak, mint te? Jó érzés. Szeretek énekelni is, meg kiállni a színpadra. Emlékmózsáim rakoskatása mintegy 3 hete tart. A lavinát akkor egy telefonhívás indította el. Egy ismerősen csengő, kedves hang szólt a telefonba, amelyhez én azonnal egykori pályakezdő orosz tanárnőm bájos arcát párosítottam, és hát meg volt a meglepetés, hogy mégis milyen alkalom kapcsán. Most a Szolnokra jön, gondoltam, és megbeszélünk egy kávézást, és kicsit elmerengünk a múlton, de nem, ennél egy sokkal nagyobb volumenű dolog történt. Éva volt az első Melkoni Évike, aki említette, hogy az idei Kalmár napokon szívesen látnának, és egy emlékező beszédre is fölkért. Én ezt örömmel vállaltam el, de ugyanakkor kicsit meg is rettentem. Ennyi év után visszatérni ide erre a helyszínre, és megfelelni ismét azoknak az elvárásoknak, hiszen ez arról az ember szerintem soha életében nem szabadul, megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeknek, hát mondjuk ki, már 30 éve meg kellett, hogy feleljen, és ez a bűvös szám is elhangzott, mert hogy Éva volt az, aki mondta, hogy hát igen, Zoli bácsira is emlékezünk, és hát arra, hogy ezt az akkor új épületet 30 évvel ezelőtt adták át. És én akkor hitetlenkedve fogadtam ezt az információt, és bizony utána számolva rájöttem, hogy igen, 30 éve már annak, hogy annak idején átléphettem ezt a küszöböt sok-sok iskolástársammal együtt. Azon is elgondolkodtam, hogy vajon milyen emlékeket idézzek én itt föl a leendő tanulók, egykori tanítványaim, vagy mondjuk azt, hogy mostani kollégáim előtt. Hát az az igazság, hogy az 5. osztályos Marci fiam számára a 3678-as számú Eszek Tamás úttörő csapat seregszemléje, a kisdobosok kék, az úttörők piros nyakkendője, és az akadályversenyek évenként ismétlődő izgalma bizony olyan távoli múltnak tűnik, mintha a pattintott kőkorszakról mesélnék neki, de legalábbis mondjuk Julius Caesar uralkodásáról.
Kalmár Zoltán iskolánk akkori igazgatója, akinek a nevét ma is viseli a tagintézmény, a Művelődésügyi Minisztériumnak szeptember 1-én kelt jelentésében ezt írja. Jelentem, hogy a Balmazújvárosi egyes számú általános iskola Böszörményi út 2 szám alatt lévő épületének nyugati része tatarozás közben összedőlt, augusztus 31-én 3 óra 30 perckor. A fizika szertár megsemmisült, a mellette lévő 2 tanterem és másik 2 szertár életveszélyesen megrongálódott. A tanulókat időben hazaküldtük az iskolából, baleset nem történt. Akkor, amikor az a bizonyos diák berohant a tanóra közepén, hogy dől a fal, dől az épület, hogyan reagáltak rá? Nagyon megdöbbentünk, ez egy meglepő pillanat volt. Tanárnő Nagy Károlyné Marika néni először nem is tudta, hogy most ez egy rossz ízű diák tréfa, és egy csellengő diák rontott be így az osztályba, vagy pedig egy véresen komoly esemény, és ahogy a folyosóra kipillantottunk, hát bizony láttuk a kiáramló tömeget, ahogy minden osztályból a gyerekek, a pedagógusok futnak ki az udvarra, és hát akkor vált világossá számunkra a legtávolabbi ponton a folyosó végén lévő osztály számára, hogy bizony itt tényleg nem a cókmókot fogjuk és szaladunk, hanem mi magunk rohanunk ki az udvar közepére, mert hiszen nem lehetett tudni, hogy megbomlott épület az ugye meddig dől majd, és vajon az egész összeomlik, mint egy kártyavár, vagy pedig azért tartja magát, és kisebb sérülések keletkeztek csak rajta. Akkor, amikor mindez megtörtént, gondolta volna, hogy 30 évvel később itt beszédet fog mondani? Hát én mondtam már beszédet általános iskolás koromban is, például ennek az épületnek az átadásakor. Akkor is itt a tornateremben volt egy ünnepség, igaz, akkor még fehéringben és úttörő nyakkendőben irányítottam itt a vetélkedőt, de akkor is nagyon jól éreztem magam, és hát ha erre föl lehet tenni a koronát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pillanat most érkezett el, mert hát sok-sok év után újra átlépni az Alma Mater küszöbét, az egy nagyon felemelő és nagyon szívet melenget. Érzés. Mennyiben másabb most az iskola? Sokkal nagyobb lett, ugye a tetőteret is beépítették, aztán a két intézményt összevonták, tehát a tantestület is nagyobb, a tanulói gárda is nagyobb, de én abban bízom, látva még azért az ismerős arcokat, bár sok új pedagógus is itt tanít már, hogy ugyanazt az élményt át tudják adni a gyerekeknek, amit mi annak idején megkaptunk a példaértékű pedagógusainktól. Tehát igazi élmény volt minden óra, és soha nem éreztem azt, hogy nem szeretek iskolába járni, vagy lenne már vége, a fene egye meg. Persze a vakációt mindig vártuk, de nagyon érdekes, nagyon izgalmas órákon vehettünk részt. Hát bizonyítja ezt az is, hogy azért abból az évfolyamból több pedagógus is szányra kelt ebből az intézményből. Hogyan emlékszik vissza Kalmár Zoltánra? Zoli bácsi mindig mindenkivel kedves, türelmes volt, mindig mindenkihez volt egy-egy jó szava, és ő az a fajta vezető volt, aki számára mindegy volt, hogy valakinek 3 diplomája van, vagy még érettségie sincs, ha becsülettel ellátta a munkáját, akkor mindig kedves volt mindenkihez, hozzánk, diákokhoz is, közvetlen volt, meg lehetett szólítani, tehát nem egy tekintélyelvű vezető volt, ennek ellenére mégis komoly tekintélynek örvendett. Én nagyon örülök annak, hogy járhattam ebbe az iskolába még abban az időben, amikor Zoli bácsi volt az igazgató. Az iskola miben segített a pályaválasztásban? Nagyon megnehezítette a dolgomat. Ugyanis olyan pedagógusok voltak, és olyan szakkörökre járhattam a tanítási időn túl, ami elbizonytalanított. Tehát nem tudtam, hogy a természetismerettel foglalkozzam tovább, és biológia szakra menjek majd, és arra készüljek. Ugye Nagy Károlyné Marika néninek a védőszárnyai alatt egy nagyon komoly környezetvédelmi szakkör tevékenykedett itt az iskolában. És még a Debreceni Egyetemmel is kapcsolata volt, ami akkor ugye Kossuth Lajos Tudományegyetem volt, és diákként az ottani egyetemi kutatásokban is részt vehettem egy-egy nyári tábor keretében. Emellett a versmondó versenyek, prózamondó versenyek állandó résztvevője voltam. Köszönhetem a felkészítést Vég Istvánné Erzsikének, aki máig példaértékű pedagógus számomra. Végül az ő javára dőlt el a verseny, magyar történelem szakon végeztem a Kossuth Egyetemen. Mi vagyunk a kettődése, okosak vagyunk és szépen, no meg egy kicsit.
Hogy tetszett a mai műsor? Méltó volt erre a megemlékezésre? Igen, egy szóval, igen. Nagyon szép volt, lényegre törő volt, és ez divat most már az iskolába, és ez nagyon jó, hogy régi tanítványokat meghívtak, meg régi tanárokat is, hisz volt itt Diszháziné Valika is már, aki itt tanított ebbe az iskolába, és most Julika is, aki tanítványunk, Zsupos Gabiék is, akik tanítványok voltak, és ugye hát ez így szuper. Szerepelt egy család is, illetve az iskola tanulói is. Melyik tetszett mégis a legjobban? Ki lehet itt emelni valamelyiket? Én nem emelnék ki. Gyönyörű volt a iskolai műsor is, lényegre törő volt. Én nekem nagyon tetszett. Nem volt hosszú, nem volt unalmas. A gyerekeknek a két jelenet, a két osztály, egy alsós meg egy felsős osztály, az is szuper volt. Ugye a Zsupos Gabiék megint szuperek voltak, és én Gabit, még azt a műsort úgy is néztem, hogy Gabinak én voltam futballedzője, és el kellett neki dönteni, hogy zenész lesz, vagy futballista lesz, ugye ezt a konferenciája elmondta, hogy, és nekem van egy sztorim is, csak azt nem mondom most el, hogy egy futballmeccsen nem ment zenekaros próbára, és eljött futballozni a serdülő csapatba. És jött az apja, meg jött a zenekar vezetője, hogy hol van Gabi, hát mondom, ott játszik bent, most nem hívom le a pályáról. Tehát ugye eszembe jutott, hogy a konferenci, és ahogy kiárt a család is. És még én arra is emlékszem, hogy az első, amit megint említettek, 91-es gálán szólót énekelt Marica, a felesége. Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal mulatságosabb, mint jónak lenni. Hogyan jónak lenni, iszonyúan unalmas, és amellett fárasztó is. Ha sokáig ülsz mozdulatlanul egy széken, el sem ad a lábad. Ha késsel, villával igyekszel enni, kirepül a hús a tányérból. Ha egészen tisztára mosod a kezed, a többiek már rég az asztalhoz ültek, mire elkészülsz. A felnőttek folyton csak azt mondják, legyél jó! Meg azt, hogy ne legyél rossz! Meg azt, hogy fogadj szót! Meg azt, hogy viselkedj rendesen! Könnyű azt mondani! Mert hiába mondják a felnőttek azt, hogy addig örülj, amíg gyerek vagy! Minden gyerek tudja! Még a legkisebb is! Hogy felnőttnek lenni sokkal jobb! A felnőtt azt a ruhát veszi fel, amelyiket szeretné. A tűzoltó szirén áthal nyugodtan kihajolhat az ablakon. Akármennyire kimelegedek, mindig ihat vizet. Olyan halkan köszönhet, ahogy csak akar. És nem kell akkor lefeküdnie, amikor a legérdekesebb a tévé. De ez még nem minden! A felnőtt azt csinál, amit akar, a gyereknek pedig azt kell csinálnia, amit a felnőtt akar. A felnőtt folyton rászól a gyerek. Vedd fel a pulóveret! Most fel a kezed! Ne rád a körülön! Ha rám a lenyész, rakd el a játékaidat! És ha a gyerek nem fogad szó, akkor az következik, hogy? Hányszor mondjam, hogy most fel a kezed? Így nem lehet asztalhoz ülni! Hányszor mondjam, hogy vedd fel a pulóveret? Meg akarsz fázni? Hányszor mondjam, hogy a lábad a lenyész? Mert arra fogsz esni! Hányszor mondjam, hogy ne rád a körülön? Még nézni is rossz! Hányszor mondjam, hogy rakd el a játékaidat? Mindig én rakodjak utána. És ha a gyerek még mindig nem fogad szó, akkor következik, hogy mondd, édes fiacskám! Hányszor mondjam még, hogy vedd fel a pulóveret! Mosd fel a kezed! Ne rád a körmöd! A lábad elé nézz! Rakd el a játékaidat! Hányszor mondjam! Hányszor mondjam! Hányszor mondjam! És a felnőttek ezt olyan sokszor tudják mondani, hogy végül a gyerek mégiscsak szó fogad. És megmossa a kezét! És felveszi a pulóverét, és a lábelénét, és nem rágja a körmét, és elrakja a játékait. És akkor a felnőtt végül boldog! Van olyan felnőtt, aki úgy boldog, hogy mosolyog, és azt mondja. Látod, fiacskám, tudsz te jó is lenni. De van olyan felnőtt is, amelyik akkor is csak a fején csóválja, amikor végre boldog, és azt mondja. Mondd, fiacskám, nem tudtál volna mindjárt szót fogadni? Nem tudom, miért van az, hogy a felnőtt csak akkor igazán boldog, ha a gyerek jól viseli magát. Mi öröm van abban? Én egészen másmilyen felnőtt van én.
meginnék két pohár vizet. Hátrafelé megyek a kutyán. Minden kóbormacskát megsimogatnék. És valószínűleg nagyon erőseket füttyentenék, hogy mindenki megijedjen és oda nézzen. Vesz csak akkor, ha addig megtanulnék két ujjamban a számban füttyenteni. Ha én felnőtt volnék, akkor vendégségben mindig kalimpálnék a lábam a széken. Sose fújnám ki az orrom, mindig csak szipognék. Sose törvítem az agyarút a sáros lábamat. Tartanék otthon egy igazi zsiráfot, aki az ágyam előtt aludna. És valószínűleg minden kertes házkapujára becsengetnék, persze csak akkor, ha már nem félnék a harapós kutyától. Ha én felnőtt volnék, megnősülnék, olyan lányt vennék el feleségül, aki sikít ugyan, ha meglát egy leveli békát, de nem mondja rá, hogy undorító és fúj. Ha olyan szakam volnék, fújni, ami sosem vattan el. Aki megijed, de nem maragszik, hogyha egy papírszaskót durrantok el a füle mellett. Ha én felnőtt volnék, megnősül és megnősülnék, sok gyerekem lenne, mert én szeretek olyan játékokat játszani, amihez sok gyerek kell. Sok gyereknek én lennék a papája, és a lány, aki feleségül veszek, a mamája. Én meg a lány, aki feleségül veszek, meg a gyerekek egész nap csak játszanak. Fogócskát! Bújócskát! És ha még több gyerekünk lesz, akkor... Futóversenyt! Ugróversenyt! Dobóversenyt! És rollerversenyt is rendezünk. Mindig én fogok nyerni, és akkor a gyerekek büszkék lennek a szobájára. A mi gyerekek sose elmondhatnának, sose verekednének, sose sírnának, és sose akarnák elvenni a mi játékainkat. Mert én nem szeretem az árulkodós, sírós, verekedős gyerekeket, akik mindig el akarják venni a másik játékát. A mi gyerekeink mindig annyit rosszalkodhatnak majd, mint én meg a lány, akik feleségül veszem, de nem többet, mert az nem igazság. Na aztán minden gyerek egyforma légőben kapna. Csak az enyém lenne egy kicsiben nagyobb, mert én vagyok az apukájuk. Nyáron minden gyereknek egyforma nagy fagylaltot vennék. Csak magamnak lennék egy kicsit többet, mert én vagyok az apukája. Össze minden gyerek bele léphetne a kocsajába. De én lépnék bele a legmélyebbe, mert én vagyok az apukája. Télen minden gyerek felmászhatna a hóbuckára. De én másszaim fel a legmagasabbra, mert én vagyok az apukája. Ez így igazság. Mert ők kapják a nagyobb léggömböt. Ők kapják a nagyobb fagylaltot. Ők léphetnek a mélyebb kocsijába. Ők rászoknak fel a magasabb hóbuckára. Akkor milyen abban a polcán, hogy vagyok? Csak lennék már felnőtt. De most még kicsi vagyok, és hogy nagy legyen, még sokat kell nőnöm. És addig, amíg nem nő sokat, szót kell fogadnom. És kezet kell mosnom. És fel kell vennem a pulóverem. És a lábam elé kell nézni. És nem szabad a körmöm rágnom. És el kell raknom a játékaimat. A többiről nem is beszélve, mert még nagyon sok minden van. Ha majd felnőtt leszek, akkor maszatos kézzel ülök az asztalhoz. Mindig rövid ujjú trikóval járok. Sose nézek a lábam elé. Inkább orra esem. Egy többit lábom minden körmöm. És szerteszét dobálom a játékaimat. De a többiről nem is beszélve, mert még nagyon sok minden van. Jaj, de jó lesz, ha már felnőtt leszek. Csak egyet nem értek. Az én apukám és anyukám már felnőtt. Miért fosztja meg mégis a kezét? Miért veszi fel mégis a pulóverét? Miért néz mégis a lába elé? Miért nem rágja a körmét? Miért rakja el mégis rendben a holmiát? Meg fogom kérdezni tőlük egyszer. Meg fogom kérdezni tőlük egyszer! Egy iskolát mit tesz egészé? Gondolok itt az épületre, a tanulókra, esetleg a tantestületre. Hát mindenek előtt nem az épület, hanem a munka. A hozzáállás. És hogy is volt az, mikor összedőlt az iskolánk, mi akkor megjelent egy cikk,
és ugye szó volt a beszédben is, és Zoli bácsi nyilatkozott, hogy a szellem az nem dőlt össze, az megvan. Miben kell máshogy nevelni a mai gyerekeket, mint 30 évvel ezelőtt? Úgy kell nevelni, mint ahogy eddig is nevelt, tehát mind régebben is neveltek, gyerekfejjel, és ahogy az előbb elmondtam, hogy úgy beszélni azzal a gyerekkel, hogy partner legyen, és ez nagyon fontos. A mai világban is, abban a világban is, hogyha én valamit csinálok, az partner. Mert annál borzasztóbb nincs, mikor egy gyerek már hazudik a pedagógusnak. Ott vége. Egy bizalmat ki kell alakítani. És én szerintem ugyanúgy kell nevelni, mint nem lehet különbség.